Tiszaparti fejlesztések. Mintegy 230 millió forintos turisztikai beruházások kezdődtek el Vásárosnemény Gergely-Ugornyán. Összefogás a magyarságért. Trianoni emlékművet avattak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Berek-Darócon. Színes kavalkád. Várossá válásának 20. évfordulóját ünnepli idén Nagyecsed. Ebből az alkalomból tartották meg a hagyományos Ecsedi Láki Fesztivált. Mintegy 230 millió forintos turisztikai beruházások kezdődtek el Vásárosnemény Gergely-Ugornyán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tiszaparti fejlesztéseknek köszönhetően létrejön többek között egy üdülőközpont és közösségi tér, de a kenusoknak egy lapátos pihenőhelyet is kialakítanak. A Magyar Kajakkenu Szövetség beruházásai közül ez lesz kész elsőként az országban. Így néz majd ki a Berek szíve üdülő központ Vásárosnemény Gergely-Ugornyán. A tiszaparti létesítmény célja, hogy a kajakkenu sport hódolóinak egy lapátos pihenőhelyet hozzanak létre. Erre közel 70 millió forintos GINOP forrás nyert a város, a tervek szerint pedig nyár végére be is fejeződik a beruházás. A város kitörési pontja a turizmus, ezért egy másik fejlesztést is elindítottak. Egy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal közös beruházásra 161 millió forintos topos támogatást nyertek. Ennek köszönhetően ebből az épületből a látványtervek szerint egy ilyen turisztikai központ jön létre a Tisza partján. Egy kicsikét stílusváltást szeretnénk elérni Gergely-Ugornyán. Az előző projekthez kapcsolódóan visszaédesgetni magunkhoz a Tisza szerelmeseit. Épp ezért ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre kerül sor. Szeretnénk megvásárolni egy éttermet, amelyben nem konkurenciát teremtenénk a lenti vállalkozóinknak, hanem az ő tevékenységüket kiegészítve egy információs ponttal, free wifi-vel, kerékpár kölcsönzéssel, kajakkenu kölcsönzéssel, normális zuhanyzási, mosakodási lehetőséggel ellátott kis épületet hoznánk létre. A településen a vendégészakák száma közel 15 ezer, hétvégi napokon akár 5-6 ezer fiatal is megfordul a Tiszaparton. A jövőben további támogatásokra pályáznak majd rendezvények, illetve koncertek szervezésére. Nemrégiben díjat is nyert Vásárosnemény a marketing teljesítményéért. A Magyar Marketing Szövetség különböző témákban írja ki minden évben a városmarketing pályázatokat. A városunk 8 pályázatot adott be, és 6 pályázatával nyert. Emellett pedig elnyerte a városmarketing nagykövete kitüntető címet. Többek között elismerték a település zoárd napi rendezvényét, az adventi adománygyűjtést, de arculattervezés kategóriában is kitüntették Vásárosnaményt. 3 éves gyermekével és élettársával együtt próbált elmenekülni a nyomozók elől az a körözés alatt álló férfi, akinek a lakásán adózatlan cigarettát és illegális potenciálnövelő szert találtak, közölte a NAV. A pénzügyi nyomozók egy nyíregyházi ingatlanon akartak házkutatást tartani, a bérlő azonban autóba ült, majd pánikszerűen menekülni kezdett. A nyomozók szolgálati gépkocsival követték a száguldozó férfit, aki kocsiját egy zsákutcában hátrahagyva megpróbált elfutni. A pénzügyi nyomozók végül elfogták és bilincsben vitték vissza az autójához, amelyben élettársa és kiskorú gyermeke ült. A házkutatás során 5 millió forint értékű adózatlan cigarettát, csaknem 700 illegális potenciálnövelő zselét és mintegy 7 millió forintot foglalt le a NAV. Az orgazda ellen csalás miatt elfogató parancs volt érvényben, emiatt 3 évre kellett volna börtönbe vonulnia. A rendőrségnek átadott férfi orgazdaság és más bűncselekmények miatt további 3 év börtönbüntetésre számíthat. Árokba csapódott egy személygépkocsi szombaton délután a 38-as számú főútvonalon Virányos és Tisza Nagyfalu között. A balesetet feltehetően gyors hajtás okozta. A járműben 3 utaztak, senki nem sérült meg, az autó azonban totál károsra tört. Trianoni emlékművet avattak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Berek-Darócon. A község önkormányzata 3 millió forintos támogatásból alakít ki emlékparkot a falu központjában, ennek része a most átadott emlékmű. A térség országgyűlési képviselője az átadáson azt mondta, a trianoni országhatár magyarokat vágott el magyaroktól, ők azonban összefogással túlélték ezt a traumát.
Beregdaróc lakói közül többen is részt vettek a falu központjában megtartott ünnepségen. A polgármester az eseményen hangsúlyozta, az emlékparkot a település összefogásával és kormányzati támogatással hozták létre, amint egy 3 millió forintot az 56-os emlékbizottság által kiírt pályázaton nyert el a község. Én kicsit tovább gondoltam a dolgot, ha már egy emlékparkot létrehozok, akkor legyen benne egy trianoni emlékmű, legyen benne egy szabadságharcos, 48-as szabadságharcos emlékmű. Eddig Beregdarócon nem volt ilyen, tehát nem tudtuk méltóan megünnepelni hőseinkre, őseinkre, nem tudtunk ünnepet szervezni, és ezért gondoltam, hogy egybe legyen így egy emlékparkunk. A trianoni országhatár magyarokat szakított el a magyaroktól, Beregdarócnál is a vasfüggöny tépte el egymástól a családokat, mondta a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Tilki Attila szerint a Magyarországon és Kárpátalján élők ápolták magyarságukat, ennek és az összetartozás érzésének köszönhető, hogy a közösségek túlélték ezt a traumát. Nincs olyan ember, aki bárhol Kárpátaljától megkezdve Erdélyen át, a délvidéken keresztül vagy a felvidéken megáll egy régi magyar városba, akkor ne érzékenyedne el. Nincs ilyen magyar ember. De mégis arra kell gondolnunk, hogy ebben az európai gazdasági térben, vagy ebben az európai térben hogyan tudjuk összefogni a magyarokat is. Az összetartozás, a pozitív üzenet az mindenféleképp segít. Erre nagyon nagy szükség van. Az ünnepségen leleplezték Makrai Zsuzsa Zománc művész alkotását, majd az emlékezés koszorúit is elhelyezték az emlékműnél. Újabb tömegeket szeretne a Fidesz kormánya a szakképzésbe terelni, jelentette ki Jeszenszky András, az MSZP nyíregyházi elnöke mai sajtótájékoztatóján, amelyen a múlt héten elfogadott köznevelési törvény módosítására reagált. A szocialista politikus az úgynevezett Taygetos törvényt kritizálta, amely többek között megszünteti, hogy a sajátos nevelési igényű és a részképesség zavarral küzdő tanulók felmentést kapjanak tantárgyakból. Olyan gyermekeknek a hátrányára szolgál, akiknek valamilyen tanulási, beilleszkedési vagy nevelési problémájuk van, és bizony szükségük van arra, hogy valamiféle felmentésben vagy egyéb könnyítésben részesüljenek a tanulmányok során, adott esetben például ahhoz, hogy sikeres érettségi vizsgát tessenek egy-egy tantárgy belüli felmentéssel, és a helyett másik tantárgy választásával. A jelen törvénymódosításnak az elfogadása, amely ugye az elmúlt héten történt, ez gyakorlatilag ez teljes egészében szünteti meg, és hozza olyan helyzetbe az érintett tanulókat, hogy gyakorlatilag elzáródik előlük majd az érettségi, illetve a felsőoktatásba való továbbtanulásnak a lehetősége. Ez nem más egyébként, mint a Fidesz kormányzatnak egyértelmű célja az irányában, hogy a tanulókat, ha más nem, akkor erőszakos eszközökkel a szakképzés felé próbálja megterelni. Várossá válásának 20. évfordulóját ünnepli idén Nagyecsed. Ebből az alkalomból tartották meg szombaton a hagyományos Ecsedi Lábfesztivált. A családoknak egész nap szabadidős programokat szerveztek, a látogatókat főző versennyel és kirakodó vásárral is várták. Csírás galuskát készítenek a nyírcsahói főzőcsapat tagjai az Ecsedi Láb Fesztiválon. Nagyapáink egyik kedvenc eledelét ma is sokan szeretik. Igazi régi magyar étel, a szegény embernek az eledele. Mikor hazamentek az emberek a mezőről, és az asszony megfőzte a csírás galuskát, kegyetlenül elfáradva, alaposan jól laktak, olyat tudtak utána aludni az emberek. Tele gyomorral, jó nehezen, leterhelt a gyomor. Igaz, meg van sütve hozzá a frissen sült szalonna, füstölt szalonna, ami majd a tetejére lesz felrakva. Egy másik főzőcsapatnál marha pörkölt volt a menü, de volt, aki éppen ország alakú lapcsánkát sütött ki a forró zsírban, vagy ízletes fánkokat készített. Amíg a felnőtteket a sütés-főzés, addig a gyerekeket a népi játszóudvar kötötte le, a kicsik kipróbálhatták ügyességüket a kiállított játékokon. Néhány standal odébb arcfestést és csuhéfonást sajátíthattak el a kisebbek, ehhez szükség volt egy kis kézügyességre is. A fesztivál megnyitóján Nagyecsed polgármestere elmondta, a település 1997-ben már második alkalommal ünnepelhette várossá válását, hiszen a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári békét megelőzően mezővárosi ranggal rendelkezett.
A szatmári béke után elvesztette ezeket a kiváltságait, és hát ugye immár 20 éve, hogy újra városnak lehet nevezni Nagyecsedet, hiszen 20 évvel ezelőtt az akkori önkormányzat tette meg ezt az első lépést, hogy elkészítette azt a pályázatot, amelynek kapcsán a városi cím visszanyerése volt a cél. Ez sikeresen vette ezt az akadályt, és ezzel gyakorlatilag kijelölte a település további útját. Az elmúlt két évtizedben több mint 5,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg a magyar-román határ közelében lévő településen, és a jövőben további 1 milliárd forint értékű beruházás indulhat el. A megyei közgyűlés alelnöke szerint a térségben számos érték van, amelyek a megyei értéklistában is kiemelt szerepet kaphatnak. Amit mindenképpen szeretnék kiemelni, itt a Szivattyú telep, amely ugye az ecseri láb lecsapolásával kapcsolatban épült meg, és ez valóban egy olyan ipari és technológiai műemlék, vagy technikai műemlék, amely egyedülálló nem csak megyei szinten, hanem országos szinten is. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen helye van abban, helye van arra, hogy ebbe az értéklistába, ebbe a Lajstromba bekerüljön, és ott valóban képviselje nem csak Nagyecsedet, hanem a környékét is. A nap hátralévő részében zenei koncertek szórakoztatták a közönséget az Ecsedi Láb Fesztiválon. A Star Wars könyvek hősei elevenednek meg a 88. ünnepi könyvhét és 16. gyermekkönyvnapok nyíregyházi programjain. A rendezvényekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A harmadik helyen zárta az NB2-es bajnokságban a kisvárdai futballcsapat, miután az utolsó fordulóban a feljutásról döntő mérkőzésen 1-0-ás vereséget szenvedett Balmazújvárosban. Az ötödik helyen zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Győr elleni párharc második mérkőzésén 82-68-ra nyertek idegenben, így kettős győzelemmel szerezték meg az ötödik helyet az NB1B-ben. A Star Wars könyvek hősei elevenednek meg a 88. ünnepi könyvhét és 16. gyermekkönyvnapok nyíregyházi programjain. Csütörtöktől hétfőig több mint 20 íróval és költővel találkozhatnak az érdeklődők. A rendezvénysorozat célja idén is az olvasás és a könyvek népszerűsítése, Nyíregyháza kulturális hagyományainak felidézése lesz. Emellett a könyvhét programjait szeretnék egy különleges irodalmi fesztivállá alakítani, közölte a szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója az esemény beharangozó keddi sajtótájékoztatón. Az ünnepi könyvhét idei díszvendége Zalán Tibor, József Attila díjas költő lesz, vele majd Kürti László beszélget, és az országos jelentőségű írók, költők közül vendégünk lesz még Petőc András, József Attila díjas, Márai Sándor díjas író, valamint Sein Gábor, József Attila díjas költő is, és természetesen az országos jelentőségű írók, költők mellett a helyi és megyebeli írók, szerzők is megmutatkoznak. A nyíregyházi rendezvény különlegessége, hogy megelevenedett könyvlapok címmel életre kelték a Star Wars könyvek hőseit. A vállalkozó jelmezes hősök közül a legjobbakat a jövő heti díjátadáson ismerik el. A kísérő rendezvényeink pedig a megszokottól egy kicsit eltérve a Star Wars csillagok háborúja tematika mellett rendeződik, amellett, hogy lesz ingyenes beiratkozás, ingyenesen elvihető könyvek, gyerekeknek népi fajátékok, Lego ember, Amnestia hét, egy attrakcióval készülünk, megelevenedett könyvlapok címmel, várjuk a Star Wars jelmezes hőseit a Kossuth térre, melynek majd díjazzuk a legötletesebbeket, a legjobbakat. A könyvhéthez kapcsolódóan lesz kötészeti és szabjavívó bemutató, könyvcsere akció, kézműves foglalkozás, mesefotózás, a gyerekek kipróbálhatják a népi fajátékokat. Hétfőn megtartják a hagyományos zenés irodalmi délutánt a Vásárosnaményban horgonyzó Tiszavirág tanyahajón. A könyvtárba a könyvhét napjain ingyenesen lehet majd beiratkozni, és meghirdetik az ilyenkor szokásos Amnestia hetet is. A harmadik helyen zárta az NB2-es bajnokságban a kisvárdai futballcsapat, miután az utolsó fordulóban a feljutásról döntő mérkőzésen 1-0-ás vereséget szenvedett Balmazújvárosban. Révész Attila együttese 4 ponttal maradt el a második Balmazújvárostól, és 2 ponttal előzte meg a negyedik Soroksárt. A Balmazújvárosnak a győzelem is a döntetlen, a kisvárdának pedig csak a győzelem lett volna jó a mérkőzés előtt a feljutás kiharcolásához.
Az első félidőben a vendégek irányították a játékot, azonban csak egy lesgólig jutottak, így 45 perc játék után még nem dőlt el semmi. A második félidő első részében a hazaiak akarata érvényesült, a hajrához közeledve azonban ismét felülkerekedett a Kisvárda. Gólt viszont a házigazda szerzett, egy kontra végén a 84. percben Zsiga Ervin lőtt a várdai kapuba, eldöntve ezzel a mérkőzést és a feljutás kérdését. Első félidő az elképzelésünk szerint alakult, majd a másodikban a hazaiak váltottak, több olyan buta labdavesztésünk volt a középpályán, amelynek nem kellett volna megtörténni, és onnan tudtak kontrát indítani. Sajnos nagyon szétcsúszott a középpályás védekezésünk, és a hátsó sornak a személye nem jó helyen voltak, távol voltak egymástól, és bizony megkönnyítette a hazaiaknak a dolgát, mert ugye kontrában ők elég ügyesek, ráadásul a váltásaik is jól sikerültek, nekünk pedig már a végén kockáztatnunk kellett, és hát ez természetes, hogy ilyenkor, ha jobban kinyílunk, akkor a hazaiak előtt, vagy az ellenfél előtt nagyobb területek utána jobban jönnek a lehetőségek. Talán ennyi előnye volt a hazaiaknak azzal, hogy nekik elég volt a 0-0, hogy nem kellett kockáztatniuk, nekünk pedig a végén. Addig mi sem tettük meg, ugye az első fél időben azért egy inkább óvatosság jellemezte a két csapatot, és nem nagyon alakultak ki helyzetek. A másodikban viszont az eredménykényszer miatt nekünk kötelességünk volt, és megérdemelten nyerte maga Balmazújváros ezt a meccset, és azt gondolom, hogy jogosan is jutott föl, mert a szezonban nagyon kiegyensúlyozott jó teljesítmény nyújtott. A Balmazújváros lett a magyar labdarúgás történetének 107. élvonalbeli újonca, a Kisvárdának pedig még legalább egy évet várnia kell az osztályváltásra. Nekünk ez túl korai lett volna, az élet így akart, ennek ellenére mindent megtettünk a sikerért, de bízom benne, hogy ahogy korábban is, amikor ott volt a lehetőség, nem vállaltuk el, most elvállaltuk volna, mert kötelességünk lett volna, erkölcsi kötelességünk. Az élet azt akarta, illetve a sors nem engedte meg, hogy feljusszunk. Bízom benne, hogy jövőre vagy később, amikor még erősebbek leszünk, és az infrastruktúránk is lesz ilyen, mint a Balmaz, és lehetővé teszi, hogy saját pályánkon játszunk. Én azt gondolom, hogy akkor majd ott vissza fogjuk ezt kapni. A záróforduló további eredményei a következők: Soroksár Szolnok 1-2, Mosonmagyaróvár Vác 2-1, Siófok Csákvár 3-3, Nyíregyháza Spartakusz Cigánd 3-1, Dorog Szeged 6-0, Grosics Akadémia Békés Csaba 1-4, Ceglédy Sopron 1-0, Budaörs Puskás Akadémia 2-3 és Zalaegerszeg Kozár Miselyny 0-0. A tabella élén a Puskás Akadémia végzett 77 ponttal, megelőzve a 73 pontos Balmazújvárost és a 69 pontos Kisvárdát, amely az NB2-es bronzéremmel fennállása legjobb eredményét érte el. A másodosztálytól a Kozár Miselyny, a Cigánd és a Szeged búcsúzott. Az ötödik helyen zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Győr elleni párharc második mérkőzésén 82-68-ra nyertek idegenben, így kettős győzelemmel szerezték meg az ötödik helyet az NB1B-ben. A másodosztályból a Debrecen jutott fel az élvonalba. Az első meccsen aratott 9 pontos győzelmét követően Fazekas Csaba és Olá Zoltán nélkül utazott el Győrbe a nyíregyházi együttes. Az első negyedet 6 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc pedig 2 ponttal lett a kék cápáké. A harmadik negyed döntetlennel zárult, az utolsó játékrész pedig ismét a nyíregyháziaké volt. Siska János együttese végigvezetve úgy nyert 14 ponttal, hogy a kezdő ötös minden tagja két számjegyű pontot dobott. Én úgy gondolom, hogy mind a két meccs kellően nehéz volt ez az utolsó helyosztóhoz képest, de kellően motiváltan érkeztünk Győrbe. Úgy gondolom, hogy egy picivel jobban akartuk mi ezt az ötödik helyet, mint a Győr, de az is szerepet játszott, hogy a fiatalok több szerephez jutottak, és ők is kellően motiváltak voltak, illetve meg akarták mutatni a tudásukat. Örülök neki, hogy mi szereztük meg az ötödik helyet, hiszen ezután a szezon után úgy érzem, hogy megérdemelte a csapat. Mindenki kellő komolysággal vette a mérkőzést, és úgy állt hozzá, hogy számunkra csak a győzelem lehet a cél. Illetve az úgymond szerencsénkre vált, hogy mindenkinek jó napja volt, és hozzá tudta tenni a sajátját. A csapat irányítója, Búzs Iván elmondta, hogy a gyengébb őszi és a jó tavaszi szereplés után örülnek az ötödik helyezésnek. Abszolút elégedett vagyok, pláne amennyire úgymond döcögősen indult az eleje. Volt egy-két nem várt és elég csúnya vereségünk a szezon első felébe, aztán a szezon második felébe, ha jól emlékszem, 10 győzelmi szériát is produkáltunk. A Hepkupában a harmadik helyezést értük el. Nagyon összeállt a brigád mind a pályán kívül és belül. És úgy érzem, ezt mondtam, beszéltük a többiekkel, hogy az ötödik hely talán reális idén,
Én azt mondanám, hogy szerintem a negyedik legerősebb csapat voltunk, mert a Miskolcot nem helyezném magunk elé, de nekik többször volt idén szerencséjük, és úgy gondolom, hogy a Veszprém, az Oroszlán és a Debrecen idén nagyobb játékerőt, illetve rutin képviselt nálunk, de jövőre reméljük ez máshogy lesz majd. Az NB1B bajnoki döntőjében a Debrecen 2 győzelemmel múlta felül a Veszprémet, és jutott fel az NB1-be. A harmadik helyet az Oroszlány, a negyediket pedig a Miskolc szerezte meg. Profi pályafutása harmadik torna győzelmét aratta Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező az olaszországi Vicenzában rendezett 43.000 euró összdíjazású ATP Challenger torna fináléjában a szerb színekben játszó Györe László ellen meccslabdát hárítva nyert 4-6, 7-6, 6-2-re. Fucsovics 2-től a csehországi Prostajovban játszik egy újabb Challenger tornán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 230 millió forintos turisztikai beruházások kezdődtek el Vásárosnemény Gergely-ugornyán. A tiszaparti fejlesztéseknek köszönhetően létrejön többek között egy üdülőközpont és közösségi tér, de a kenusoknak egy lapátos pihenőhelyet is kialakítanak. Trianoni emlékművet avattak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Beregdarócon. A község önkormányzata 3 millió forintos támogatásból alakít ki emlékparkot a falu központjában. Ennek része a most átadott emlékmű. Várossá válásának 20. évfordulóját ünnepli idén Nagyecsed. Ebből az alkalomból tartották meg szombaton a hagyományos Ecsedi Lábfesztivált. A családoknak egész nap szabadidős programokat szerveztek, a látogatókat főzőversennyel és kirakodóvásárral is várták. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 6-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a változékony idő, délnyugat felől áramló meleg, labilis rétegződésű léghullámok alakítják térségünk időjárását. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, este várhatók még zivatarok, később inkább eső, zápor valószínű. A déli majd az északnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, zápor, zivatar továbbra is előfordulhat. A változó irányú szél időnként megélénkül, zivatar környezetében megerősödik, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökön csökken a felhőzet, már csak a nap első felében valószínű eső, zápor. A hét második felében többnyire napos, száraz idő várható, de nem lesz zavartalan a napsütés. Csütörtökön és pénteken több fokkal visszaesik a hőmérséklet, majd szombattól ismét melegedés kezdődik.